A színház az egy közösségi szertartás. Itt egyszerre 100-500 ezer ember átél egy katarzist, amit semmi más nem tud igazából közvetíteni. Tehát nem véletlen, hogy az emberek elmennek és megismerkednek egy történettel, és átélnek egy katarzist, átélnek egy, egyfajta gyönyörűséget. Egészen kiskoromban már megbambonázott a színház varázsa. Tehát, hogyha fájt a fogom, most csak egy buta példát mondok, akkor beültem a színházba egy picit próbát nézni, ugye babysitter nem volt, édesanyám bevitt a színházba, én a színházban nőttem föl, a nagyváradi színház illatát még ma is érzem az orromban. És, és egy nagyon-nagyon fantasztikus közeg volt, ott remek színészek, egy, egy idős bácsi, aki... A bölcsességével és szeretetével átölelte a, a társulatot, őt úgy hívták, hogy Gróf Laci bácsi. Ő volt a színháznak az igazgatója, bár akkor már 55-től már egy román tagozat is működött, de hát eh, akkor is ő volt a színház mindenese. Ő hozzám mindig oda lehet menni, ő megsimogatja az embert, ő tanácsot ad, ő rendez. Egy, egy, csodálatos ember volt, és akkor már akkor azt gondoltam, hogy milyen jó lenne. Én ilyen szeretnék lenni, mint Gróf Laci bácsi. Én nem hát tudtam akkor megfogalmazni, hogy, hogy ő egy színház igazgatója, de már akkor azt éreztem, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy, hogy körülötte zajlik az élet. Édesapám a város legnépszerűbb embere volt. És akkor nagyon sok szerepet kaptam, szerepet kaptam aztán a színházban. Sokat játszottam édesapámmal is, édesanyámmal is, de egyáltalán ott a színházban. Egy, egy nagyon pesgő, nagyon-nagyon eh, fontos és jelentős élet zajlott nyári színház nyáron. Az egész társulat nagyon együtt volt. Nagyon sokat nyaraltunk közösen, egy társulat közösen nyaralt, Réven például. Annak a mai neve, ha jól tudom, Vádul krisulúj, Körösnek a völgye, ahol volt egy, egy zicsi kastély. Nagyon sokat nyaraltunk ott, szembe velünk sonkolyos volt, ahol, ahol például bányászok végeztek este, és a lámpáikkal mentek hazafele, és mindig azt mondták nekem, hogy ott megy a hét törpe, ott megy hazafele. Ma én napig így emlékszem, hogy, hogy úgy bámultam, hogy, hogy megy, megy a haza a hét törpe, és én látom ezt a, ezt a történetet. Tehát ez nem mese, ez egy valóság, hiszen ott vannak. Tehát egy, egy, egy nagyon virágzó, nagyon-nagyon boldog, nagyon sok nevetéssel lelt nagyváradra emlékszem én ebben az időben, amit aztán olyan hat éves koromban nyilvánvaló egy ilyen nagy tragédia keresztbe hát, tett, vagy keresztbe vont, a szüleim elváltak. Igazából nem nagyon tudtam én, hogy ez mit jelent pontosan. Annyit érzékeltem, és tudtam, hogy, hogy édesapám nem jár haza. Egy, egy viszonylag nagyon jó helyzetből, egy nagyon nehéz helyzetbe kerültem, és akkor édesanyám úgy döntött végül is elváltak, és úgy döntött, hogy 11 éves voltam, 65-ben, hogy átköltözünk Magyarországra, akkor ezt úgy mondták, hogy repatriálunk, és akkor gyakorlatilag innen kezdődött az én magyarországi életem, első időben kifejezetten csak fiú osztályba jártam, akik szörös tapulomának neveztek például. Ezeket nagyon nehéz volt földolgozni, de aztán egyre inkább megszerettek, és egy nagyon, nagyon jó kis csapat gyűlt össze az osztályon belül. Egy jó mozgású, jó sportoló fiú voltam, és a tornatanár bácsi mindig velem mutattatta be a, a gyakorlatokat. És egyre inkább láttam, hogy egyre inkább kezdenek elpártolni a barátaim. Mert ugye cseke Péter, mindig, mindig cseke Péter, mindig cseke Péter. És mit csinál ilyenkor egy fiatal kis serdülő srác? Hát me megpróbál ezen segíteni, és fontosabbak a barátai. Tehát mit csináltam? Elrontottam ezeket a gyakorlatokat, hogy ne én mutassam be. És akkor, akkor rögtön én lettem, a, vissza, visszakerültem a barátságukba. Hát ezek olyan furcsa, furcsa dolgok voltak, egy nagyon, nagyon őszinte, nagyon szép környezetből, vagy világból, legalábbis én akkor úgy gondoltam, belekerültem egy ilyen nagyon furcsa világba, ahol, ahol már ezt láttam, hogy, hogy alakoskodnia kell egy ilyen gyereknek, egy ilyen kisgyereknek. A családapaság is egy hivatás, és én úgy gondolom, hogy a családapaság egy picit előbbre van számomra, ott van közvetlen közelébe a művészet is, és ez nagyon fontos, de a kettő nagyon erősíti egymást, és nem szétszakítja. Mint ahogy megéreztem azt, hogy amikor második gyerekem született, akkor hogy te jó ég, most hogy lesz? Hogy 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 a, a szeretet azt majd ketté fog oszlani, és akkor meg, megoszlik majd a két gyerekem között. És nem csodálatos módon tapasztalja azt az ember, hogy hogy nem szét. Szabdalódik az a szeretet, hanem, hanem kitágul, és egyre nagyobb és nagyobb lesz. És ugyanezt érzem a, a, a családommal és a, a, a hivatásommal kapcsolatban is.